Angyalok zenéje, klasszikus művek csodálatos tolmácsolásban kiegészülve gyermekénekkel, mindez fémjelzi a pénteki hangverseny program kínálatát. Egyházi Gézát a Vámpírok bája musicalből is jól ismerhetik a műfaj kedvelői. A művész úgy fogalmazott, a mostani hangverseny sorozattal a klasszikus műfajt is igyekeznek népszerűsíteni. Nem csak a mai, szerintünk egy kicsit értéktelenebb trendeknek van helye a zenei életben, hanem igenis ezek a klasszikus értékek, illetve az ezekre való igény azért jelen van még bennünk, csak egy kicsit tenni kell érte és fel kell ébreszteni. A hangverseny Székelyföldön és Szolnokon is nagy sikert aratott. Tóth Adrien énekes úgy véli, nem csoda, hiszen a templomok akusztikája felülmúlhatatlan. Egy olyan légkört, illetve atmoszférát teremt, amit egy sima, úgymond süket koncertterem nem tud úgy visszaadni. Természetesen itt is kihívás megfelelni és minőségi élmény nyújtani, de sokkal könnyebb a vízhang miatt, illetve nekünk is sokkal jobb érzés. A hangversenyen helyi tehetségek is közreműködnek, így a Várdos Lajos gyermekkar és az Alba Régia vegyeskar is fellép Kneifel Imre vezényletével. Hazai pályán első alkalommal mutatkozik be a tehetségkutató show műsorban ismerté vált Mészáros János. Ilyenkor általában mindig az szokott lenni az észrevételük a hallgatóságnak, hogy sokkal jobb, mint a tévén keresztül, de természetes egy élő koncertnek a varázsa, meg a helynek a szellem, ez mindig hozzátesz. Úgyhogy a verseny óta még Fehérváron nem nagyon tudtam énekelni, úgyhogy ez most egy lehetőség lesz, hogy bemutatkozzam egy kicsit. A hangversenynek a Szent István Bazilika ad otthont pénteken.